Jó reggelt kívánok! Erőt, egészséget! Igen. A MEGTA bevetési egységeinek legjobbjai küzdöttek az idővel, illetve a feladatokkal, és tettek tanúbizonyságot lőkészültségükről, intézkedéstaktikai, valamint vezetéstechnikai ismereteikről Miskolcon. De mit is jelent pontosan ez a rövidítés? A MEGTA, vagyis a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegység a rendőrség kötelékébe tartozó speciálisan képzett bevetési egységeket takarja, elsődleges feladatuk a TEG hatáskörén kívül eső fegyveres vagy erőszakos elkövetőkkel szembeni intézkedés, de ezen felül személyvédelmi és csapatszolgálati feladatokat is ellátnak. A megyeszékhelyen megrendezett megmérettetésre 13 megyei rendőrfőkapitányság képviseltette magát. Az országos versenyt Vereckei Csaba dandártábornok nyitotta meg, aki úgy vélte, hogy a megyének és a városnak is hatalmas megtiszteltetés az, hogy egy ilyen rangos eseménynek adhat otthont a kiképzőközpont. A dandártábornok emlékeztetett arra, hogy szükség van a mélységi, ellenőrzési és közterületi támogató alegységekben szolgáló rendőrök munkájára, hiszen vannak olyan események, élethelyzetek, bűncselekmények, amelyekben a különleges alosztály szakmai munkájára van szükség. Azok, akik itt teljesítenek szolgálatot, fokozott terhelésnek és folyamatos kihívásoknak kell megfelelniük. Nagyon fontos az, hogy egymás között is tapasztalatot cseréljenek a csapatok, hiszen a rendőrségi munkának ez a fajta tevékenysége azért folyamatosan fejlődik, új taktikák, új technikák kerülnek alkalmazásra, és a csapatok ezeket egymás között megosztva sokkal hatékonyabban, jobban tudnak felkészülni a mindennapi életre. Ezen kívül a napi életben szerzett tapasztalatokat is meg tudják egymással osztani, illetve a verseny tematikájába is beépítjük azokat a rendőri intézkedéseket, amelyeket ezeknek az alegységeknek végre kellett hajtani az előző év bármilyen időszakában. Azt gondolom a legfontosabb a higgadtság, az, hogy nyugodtan tudjanak a szituációkba intézkedni, és ezekben a szituációkban olyan higgadtak, hidegfejűek tudjanak maradni, hogy azokat a taktikákat, technikákat, amiket egyébként nap mint nap gyakorolnak, tudják hatékonyan alkalmazni. A legnagyobb probléma általában az, hogy hiába sajátít el valaki egy tudást, azt egy stressz helyzetben nem tudja alkalmazni, nekik nagyon fontos, hogy nyugodtak, higgadtak maradjanak mindenféle körülmények között. A csapatoknak a MEGTA egységeknél rendszeresített felszerelésekben és fegyverekkel egy teljes napon keresztül kellett a legjobb tudásuknak megfelelő teljesítményt nyújtaniuk. Nappal és éjszaka egymást követték a fizikai terheléssel kombinált lőfeladatok és egyéb gyakorlati versenyszámok. Egy intézkedés taktikai feladatot kell végrehajtani a kollégáknak, ez egy taktikai hálóba fognak ténykedni. Egy ismeretlen szituáció lesz, tehát számunkra ismeretlen szituáció. Utána kint a Bükk-Aranyosi lőtéren egy személyvédelmi feladat lesz, ott a készenléti rendőrség személyvédelmi főigazgatóságának a kollégái segítenek ebbe be. Ott még van kint egy gépkarabély lövészet, illetve utána ide visszajönnek, és akkor itt folytatjuk tovább, szintén lesz lőgyakorlat, lövedékálló pajzsra kell végrehajtani, lesz mesterlövésznek egy lőfeladata, rohampályán fognak végigmenni a srácok, aminek a végén szintén van egy lőfeladat, tehát ez egy terheléses lőgyakorlat lesz majd. A taktikai végrehajtásnál a csopaki kollégák, tehát a csopaki rendészeti képzőnek a kollégái lesznek itt, ők fogják pontozni a végrehajtást, a többi feladatnál hát az idő fog dönteni, illetve hát a találatok. Ha nem talál, vagy esetleg vétlent lő, akkor büntető másodperceket kap, és akkor így lesz egy összideje, egy összeredmény. Tehát gyakorlatilag így lesz a terefutásnál és a rohampályán is, ott is a rohampályának is lesz egy ideje, és akkor ahhoz még hozzáadunk egy lövészeti időt. A szervezők igyekeztek a 24 órán át tartó döntőn valós élethelyzetben előforduló szakmai feladatok megoldása elé állítani a résztvevő csapatokat. A versenyt hagyományteremtő céllal rendezte meg a rendőrség azért, hogy átfogó képet kapjanak az előjárók az állomány felkészültségéről. Ezek az egésznapos megmérettetések az egyenruhásokat is felkészítik azokra a kihívásokra, amelyekkel munkájuk során találkozhatnak.